Az Együtt 2014 társelnöke Szigetvári Viktor a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Azt mondja Zsigó Róbert, aki amellett országgyűlési képviselő, a Fidesz szóvivője is, de tegnap a parlamentben képviselőként szólalt fel, hogy egy népnyúzó, a külföldiek által pénzelt, a magyar családokon élősködő ember az ön miniszterelnök jelöltje, Bajnai Gordon. Kell ezekkel, tud ezekkel valamit kezdeni az Együtt 2014? Azzal, hogy Zsigó úr hazudik, azzal nagyon sok mindent a cáfolaton túlmenően nem lehet. Hogyha olyan dolgot hazudik, ami bíróságon perelhető, mondjuk Hajdú Bét ügyben, akkor nyilvánvalóan Bajnai Gordon eddig is, ezután is el fog ellene járni. Egyébként pedig nyilván ezeket politikai eszközökkel kell kezelni. Ő ezt mondja, mert ez a dolga, szerintem ez hazugság, és az emberek pontosan tudják, hiszen Bajnai Gordon nem véletlen Orbán Viktor egyetlen és igazán erős kihívója, miközben nyilván van azon dolgozik Mesterházi Attilával és másokkal együtt, hogy egy egységes ellenzék, erős ellenzék le tudja győzni Orbán Viktort. Én azt gondolom, hogy Zsigó úr egyébként természetesen csak hergeli azt a megmaradt fideszes tábort, miközben Orbán Viktor most már 7. éve kormányozza az országot, és viszonylag, hogy mondjam, szűkölködünk az eredményekben, így teljesen érthető. Már úgy hét, hogy 4+3. Hát az első 4 az összességében nem volt sikertelen, legalábbis az emlékezet így őrzi azt a 4 évet. De azt gondolom, hogy abban volt legalább 2 olyan év, amikor egy teljesen más Orbán Viktort láttunk gazdaságpolitikában, utána azért az megcsúszott 2000 után, és pontosan tudjuk, hogy az a fajta költségvetési felelőtlenség, amely szájra kapott a 2000-es években, az sajnos semminek nem volt mondható, mint polgárinak, vagy bármi hasonlónak. Az egy rossz gazdaságpolitika volt, amely tévútra vitte Magyarországot, ebben Orbán Viktornak van felelőssége. Kicsit csapongunk, jó? Két kolléga járt itt a híradó előtt, és ők felvetették, hogyha itt beszélgettünk, már pedig beszélgettünk Gyurcsány féle összödügyről is, arról, hogy pattant ez megint ki és elő, kinek az érdeke és mit akarhat elérni, ha Gyurcsány Ferenc áll mögötte Mesterházival Bajnai mellett, és mit akarhatnak elérni mások, hogyha mások állnak mögötte. Aztán felmerült, hogy hát ott volt Gyurcsány Ferenc mellett akkoriban, tehát kérdezzem meg önt, hogy mi van ezzel az összöddel? Tehát hol az igazság? Valóban 3 MSZP-s kiszivárogtató, mint hogy az Gyurcsány Ferenc is sugallta korábban? Te azt gondolom, az igazságot az jó lenne tudni ebben az ügyben, de van egy felelőssége bárkinek, aki tudja az igazságot, hogy akkor álljon ki, hogyha erre vannak bizonyítékai, addig, ameddig itt mindenféle egyébként a nemzet érdekét, a nemzet biztonságát szolgáló szervektől származó információkkal, akár a Portik Laborc ügyben, akár más ügyekben tisztázatlan személyek, tisztázatlan érdekek szerint játszanak, avval én nem nagyon tudok mit kezdeni. Én egyébként személyesen természetesen nem tudom magamtól távol tartani azt az időszakot, hiszen büszke vagyok rá, akkor tehát már éppen nem voltam Gyurcsány Ferenc kampányfőnöke, hiszen véget ért a parlamenti kampány, én az önkormányzati választási kampányra készültem. Volt közöm egyébként a rendezvénynek a megszervezéséhez, mert hiszen az egy pártrendezvény volt állami üdülőben, valakinek azt meg kellett rendelni. Ebben a minőségemben egyébként engem annak idején a nemzetbiztonsági szolgálat megfelelő emberei meghallgattak annak idején, amikor történt egy vizsgálat. Arról természetesen bármit tudok mondani, de szerintem semmi releváns nincsen. Az, hogy hál' Isten legalább megtudják, hogy mi az ország állapota, meg hogy mennyire karakteres a miniszterelnökünk, vagy az volt, hogy fogták a fejüket, ennek nem lehet volna szabad kipattania. Én azokban a napokban, amikor már a kirobbanás volt, akkor kevésbé foglalkoztam ezekkel az ügyekkel, mert nagyon benne voltam az önkormányzati kampányban. Én azt gondolom, hogy összödnek a kezelése történt, ahogy történt, az egy nyilván egy nehezen kezelhető kommunikációs helyzet volt. Mai eszem szerint se lehetett volna azokat a napokat nagyon máshogy csinálni, az viszont egészen biztos, hogy egy kormány mögül elfogy a társadalmi bizalom, akkor lehet, hogy azt rövidebb úton lehetett volna kezelni. Az, hogy most ez előkerült, ez például az Együtt 2014 jövendőbeli kampányát, 14-es választásra készülő kampány, mennyire befolyásolhatja? Én azt gondolom, hogy egyedül ebben az országban Orbán Viktornak és Simicska Lajosnak az érdeke, hogy Gyurcsány Ferencről és összödről szóljon 2014 kampánya. Amennyire én értem, a magyar választókat ez kevésbé befolyásolja. A magyar választók azt akarják kérdezni, hogy lesz-e több munkahely, jobb gazdasági növekedés, és egyébként az a fajta harc, amit teljesen irracionális és ostoba módon folyik ebben az országban, kreált és nem kreált ellenségek ellen, az véget ére. Én azt gondolom, hogy összödnek a magyar köztársaság jövőjéhez, és ahhoz a hideg polgárháborúnak a véget értéhez semmi köze nincsen. Az, hogy mindenféle állítások elhangzanak a mai kormánnyal kapcsolatban, ugye Ángyán Józseftől lehetett nézni és olvasni is a Népszabadságban éppen pár nappal ezelőtt egyet, hogy nevezik ki a kormánytagokat, hogy nem is Orbán Viktor áll a háttérben, hogy ők kapnak milliárdokat, nagyon súlyos milliárdokat néhányan, az úgynevezett maffia családok a Fidesz környékén, ahogy Ángyán József fogalmaz. Ez mennyire számíthat az önök figyelmére? Mennyire lehet ezzel élni kommunikációs eszközökkel?
Szerintem érdemes pontosan fogalmazni, mert pusztán azért, mert van egy olyan ember, aki egyébként egy elfogadhatatlan, erkölcstelen és undorító ügyben, ami a magyar földpályázatok környékén jelentkezik, amikor Orbán Viktor haveri körre gyakorlatilag privatizál, megszerez hosszú évekre, évtizedekre állami vagyonelemeket teljesen tisztázatlan módon, és hogy Bajnai Gordon és Szabó Rebeka hétvégi sajtótájékoztatójában rámutatott egyébként, most már a nyomokat is megpróbálják eltüntetni, és ezt megpróbálják törvényesnek és a magyar nemzet érdekét képviselőnek, sőt a magyar vidék érdekét képviselőnek beállítani, ez nyilván elfogadhatatlan. Ennek ellenére nem tartozom azon politikusok közé, akik pusztán ezért mindent elfogadnak abból, amit Ángyán úr mond. Mert szerintem, bár nem vagyok mezőgazdasági szakember, az igazság nem abban a kert Magyarországban leledzik, amiről ő beszél, mert amennyire én értek a mezőgazdasághoz és a magyar gazdaság ebben tételeződő érdekeihez, az azt gondolom, hogy ennél bonyolultabb, mert igenis szükség van nagy gazdaságokra. Innentől kezdve szerintem ellenzéki politikusként, kormányra készülő erőként van annyi felelősségünk, hogy pusztán azért, mert Ángyán bizonyos ügyekben egyébként velem egyetértésben, velünk egyetértésben kemény kritikát gyakorol a kormányra, értsd a földpályázatok ügyében, attól még nekünk nem kell szeretni az ő mezőgazdaság politikáját, mert abban téved, és ide tartozik az is, hogyha ma Magyarországon valaki az elmúlt 20 évben valamilyen módon, egyébként törvényesen földbirtokra, földbérletre tett szert, egyébként beruházott, finanszíroz vállalatokat, és azokat a társaságokat, legyen az bár egyébként Csányi Sándor, működteti egyébként uniós forrásokból, amelyekre az Európai Unió intézményrendszer tart fent, és természetesen hazugság, hogy ebből csak Csányi Sándor gazdagodik meg, azt szerintem nem lehet kritikával illetni, mert egyébként ebben a helyzetben azt kell mondani ebben, hogy a magyar gazdaságnak ez a szerkezete, és szerintem egyébként sok embernek ad munkát, sok adót fizet, innentől kezdve pedig, ha a mezőgazdaság egészére tágítjuk ezt ki, akkor szerintem már sajnos kevesebb igazsága van Ángyán úrnak, miközben abban, amit a földpályázatok ügyében mond, felháborító, így nem folytatható, és amit lehet ebből vissza kell csinálni. Pontosan kell fogalmazni ellenzi, mert pusztán azért, mert ütivágja Orbán Viktort mindenben, szerintem ott kell ütni, ahol egyébként ez érdemes. Azzal vádolják egymást a felek, hogy gyűlöletkampányra készülnek. Tehát mindenki elmondja, hogy mennyire gyűlölködő a másik, és hogy milyen alantas eszközökkel él. Az Együtt 2014 megpróbálja ezt kikerülni? Hát én azt látom, hogy mi pozitív kampányt folytatunk, elmondjuk a véleményünket, hogy akár korrupció, akár a munkanélküliség, akár az egykulcsos adó, akár egyébként az elképesztően dilettáns válságkezelés ügyében mi az, amit rosszul csinál a kormány. Nem fogunk félni elmondani, hogyha valamivel egyetértünk, ahogy például kampányfinanszírozás ügyben is, vagy akár egyébként bizonyos önkormányzati átrendezések ügyében van egyetértés közöttünk és az Orbán kormány között, de sokszor azt látom inkább, hogy csak a probléma érzékelésben van egyetértés, a megoldásokban sajnos félrecsúszik a kormányzati szándék. Például az oktatási rendszerben is szükség lett volna átalakításra, én ebben osztom mondjuk Pokorni Zoltánnak is a véleményét, csak hát amit a kormány csinál, az sok minden, csak nem az, amit éppen mondjuk Pokorni Zoltán szeretne. Pokorni Zoltán véleményét ebben könnyű osztani, mert ő sem hát én azt gondolom, hogy Pokorni Zoltánnak ebben igaza van. De ezek szerint akkor ez azt jelenti, hogy a szakpolitikákra figyelnek, és mondjuk nem egy személy ellen felépített negatív kampány lesz az önök célja. Hát erre a kérdésre valószínűleg azt kell válaszolni, és azt is hiszem, hogy a szakpolitikák mellett nyilvánvalóan nekünk alapvetően a saját programunkat kell elmondani. Tehát nekünk a hirdetési kampányunkban, a politikánkban nem az lesz, hogy diabolizáljuk minden módon az ellenfelet, hiszen egyrészt nekünk erre pénzünk sem lesz, örülni fogunk, hogyha a saját pozitív üzeneteinket el tudjuk mondani, és azt el is fogjuk mondani. Nem véletlen járjuk az országot Jávor Menedekkel, Karácsony Gergővel, Kónya Péterrel, már 4 hete, és még 2 héten belül be is fejezzük ezt az országjárást, ami nagyon sok helyre viszi el az üzenetet, a legtöbb helyen az első napok kivételével teltház előtt tudunk beszélni emberekhez, és ezért van egyébként most is hirdetési kampány. Ebben pozitív kampányra törekszünk, amely nyilván rá fog mutatni minden esetben a jelenlegi kormánynak a hibáira. Azt mondja, hogy van önben a kampány finanszírozását átalakításában egyet tudnak érteni a kormányzattal. Miben? Én azt gondolom, hogy az, hogy bevezetik a kampányszámlákat egy kincstári kártya ügyéb formájában, amit lehet használni az egyéni jelölti kampány finanszírozása, egy megfelelő megoldás, és hátrébb lépve az önmagában szerintem egy jó megoldás szemben az elmúlt 20 év rendszerével, amely talán leginkább a 2010-es LMP, meg ha őszinték vagyunk, a Jobbik helyzetében volt talán elfogadhatatlan, hogy már létezik egy társadalmi támogatottsággal rendelkező szereplő, én szeretek ebben a kontextusban inkább ezt az LMP-ről beszélni, és nem kaphat állami támogatást, tehát nulláról kell összerakni egy kampány finanszírozását,
a mostani törvény, ezt fontos a nézőknek is érteni, ezt megoldja, hiszen hogyha valaki jelölteket tud állítani, én ebben inkább a jó dolgot látom, és nem azt, amit elemzők írnak, hogy ezért majd ezer és ezer jelölt lesz, aki a földből gombaként ki fog nőni. Én azt gondolom, kampány szakemberként tapasztaltam, hogy a választók a nap végén el tudják dönteni, hogy kire kell szavazni. Az egy rendben levő dolog, hogy kapnak támogatást azok a szereplők, akik korábban nem léteztek akkor és el tudnak. Én... Hát hiszen ez a fő magyarázata annak, amit ezt most csak azért mondtam, hogy nem kritika, vagy hogy nem vizsgálat nélkül mondunk kritikát erről a kampányfinanszírozási javaslatról. Az a probléma, hogy miközben ez rendben van, amit az előbb a kérdésére válaszoltam, a lényegi problémát, hogy tisztázatlan forrásokból, tisztázatlan árazás szerint a Fidesz holdudvara Simicska Lajos, Nyerges Zsolt plakátcégeinek és médiabirodalmának az érdekei szerint történhet a finanszírozás, az elfogadhatatlan. Erre egyébként a Transparency Internationalnek, az EKINT-nek, az Eötvös Károly Intézetnek, meg egyébként korábban az MSZP-nek, az LMP-nek és az Együttnek teljesen világos törvényjavaslatai voltak, amely arról szólt, hogy kampányszámlát kell létrehozni, finanszírozni kell a pártok működését, és finanszírozni kell a pártok kampányát. A jelenlegi törvényjavaslat ugyan csökkenti egyébként cinikus módon még a Fidesznek is a költségvetési támogatását, de közben megszünteti a működési támogatást. Képzelj el azt a helyzetet, hogy mondjuk kap, mondok egy számot, 500 millió forintot, mondjuk az MSZP, és egyéb iránt ők abból kampányolhatnak, de mondjuk szeptemberben, októberben, mivel 2014-ben ez az új törvényjavaslat nem biztosít számukra működési forrást, nem úgy az önkormányzati kampányt nem tudják finanszírozni, de a titkárnőt, az irodát és azt a stábot, ami abban a pártban rendelkezésre áll. Nem ez a cél? Hát, hogyha ez a célja a jogalkotónak, az elfogadhatatlan. A demokráciában a demokráciának van költsége. Egyébként ennél sokkal több pénzt költ el stadionépítésre, sokkal több pénzt lopnak el plakátcégeken és hirdetési cégeken keresztül. Ebben az ügyben, az új szabályozásban olcsóbban lehet kampányolni. Ez is egyébként rendben van. De az, hogy a plakátcégek árazását nem takják rendbe, innentől kezdve Isten tudja, mennyi pénzért fognak a fideszesek kampányolni ott, miközben a mi helyzetünket be fogja ezt őrülten nehezíteni, és közben egyébként nincsen kampányszámla, tehát nem lehet világosan látni a pénzeknek a mozgását. Hát meg ez elfogadható. És egyesületeken keresztül bármilyen összegeket el lehet majd költeni. Hát itt mindenki csak nem magával... hivatalosan a kampányra magára. Hát a bármilyen összegeket abban pontosítanám, hogy persze bármilyen összegeket el lehet költeni, csak az a kérdés, hogy ki mit vállal ebben. A mi pénzügyeinkben azért van annyi hír, mert mi erről nyíltan beszélünk. Nyíltan beszélünk a Haza és Haladás Alapítványnak a finanszírozásáról, mert mi elmondjuk, nem kell könyörögni nekünk. Ebben az ügyben, ahol én kuratóriumi tag vagyok, és annak nincs köze a párt finanszírozásához, szakpolitikai kutatásokat végzünk, mi nyíltan fogunk beszélni az egyesületnek a bevételeiről és a kiadásairól is, megfelelő időben erről is nyilvánosság elé fogunk tárni mindent. És azt tudom mondani, hogy a PM-mel, Karácsony Gergőjékkel, Szabó Timiékkel, Jávor Benedekékkel abban állapodtunk meg, amikor létrehoztuk a választási szövetségünket, hogy legyen bármilyen a törvényi szerkezet, mi a magunk kampányát illetően kvázi kampányszámlát hozunk létre, el fogunk számolni a költségekkel. És itt, hogy egyébként megjelenik, hogy most külföldről vagy belföldről, teljes hazugság. Mi arra készülünk, hogy magyarországi forrásokból, mikroadományokból, és egyébként nyilván magyar polgároknak a pénzéből kampányoljunk a költségvetési támogatás mellett, mert ez normálisan így működik. Ebben a Fidesz megint olyan ellenségeket kreál, mert Orbán Viktor ehhez ért, hogy ellenségeket kreál, amit aztán mindenki kerülget a pályán, ahelyett, hogy egyébként arról beszéljünk, hogy hogyan lesz több munkahely, hogyan lesz vége a válságnak, és hogyan lesz végre a normális oktatáspolitika ebben az országban, mert erről Orbán Viktornak nem érdekel, hogy beszéljünk, és innentől kezdve viszont nekünk ez a célunk, hogy erről beszéljünk. Amikor csak kíváncsi. Köszönöm szépen.